hogy miért is ez a zene dolog kerül előtérbe, azt nem tudom, de valahogy, amikor befejeztem a múltkora ezt a másik Katy Perry számot, a Chain to the Rhythm, akkor még erre nem gondoltam, hogy ez lesz a következő, de már régebben is hallottam ezt a számot, úgy, mint az ET-t. Már akkor is feltűnt. Egyébként egyre gátlástalanabb, hogy úgy fogalmazok, az, ahogyan az egész program, meg a propaganda megjelenik a zenében. Bár az is lehet, hogy minél többet tud az ember erről az egészről, annál feltűnőbb, hogy mi az, ami történik. De most lehetséges csak, hogy lehet, hogy én látom, vagy értem ezeket a dolgokat már annyira, vagy úgy olyan szemüveggel szemlélem, és azért ilyen feltűnő, vagy hogy ez mindig is így volt, nem tudom, mert igazából videoklippeket sose néztem, kivéve mikor nagyon az elején ez még divat volt, de hát az, vagyis mikor ez az egész keletkezett gyakorlatilag a 90-es évek elején. Szóval ez nekem nem tűnt fel ennyire, de érdemes lenne talán megnézni régebbi klippeket vagy filmeket még egyszer, viszont az időt sajnálom rá. Az tény viszont, hogy manapság, mint ahogy az ebből a klipből is ki fog derülni, ez az egész egy teljesen gátlástalan szinten van, és gyakorlatilag szó szerint elmondják, hogy mi is a helyzet a világban, mi is az, ami következik. Nem csak úgy értem, hogy mi a terv, vagy ilyen értelemben, hanem az egész története a világnak mindenhol jelen van, a filmekben megjelenik a zenében, a klippekben, a szövegben, mindenhol. És mondom, nem tudom igazából megítélni, hogy ez mindig is így volt, vagy csak ahogy egyre inkább hozzászoktam ez a dologhoz, egyre nyilvánvalóbbá vált, de mint ahogy ez a klip, ez például egyszerűen. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy lesz egy réteg, aki ezt nem fogja felfogni, úgyhogy ez nem. Erre fel vagyok készülve. Ezt csak is kizárólag úgy lehet megérteni, hogyha az ember átlátja azt, hogy hogyan is működik valójában a világ. Úgy értve valójában, hogy megérti azt, hogy a háttérben egy sokkal hihetetlenebb, a mai értelemmel hihetetlenebb történet zajlik, mint amit bárki is gondolt, mindannyian valamilyen háttérből jövünk, de szerintem pontosan arra, ami történik, senki nem számított. Legalábbis én majdnem biztos vagyok benne. Ahogy az ember haladt az úton, persze azt mondta, hogy a következő lépés, hogy ez nem meglepő, hogy ez lett, de az elején, hogyha az ember belegondol, akkor ahhoz képest, hogy mi lett a vége számomra, ez még a mai napig is egy felfoghatatlan dolog, hogy ez így van. Persze az ember azért már így évek után hozzászokik a gondolathoz, de annyira távol áll attól, amit nekünk mondanak, hogy a világ hogy van, mint van, hogy szerintem ez a probléma, hogy az a legtöbb ember nem képes elszakadni attól, hogy ez, amiről én beszélek itt, amiről ez a csatorna szól, az egy álomvilág, vagy az egy képzelet szüleménye. Hiszen a valóság olyannyira messze áll attól a programtól, amit az ember megkap egész élete során, hogy nehéz áthidalni egy-két év alatt azt a szakadékot, ami a kettő között van. A zene hozzájárul ehhez. Mindazok,
Még én mondom, tisztában vagyok vele, hogy a legtöbb ember nem fogja ezt megérteni, és én nem is hibáztatom őket ezért. Eleinte én is ugyanígy voltam, vagy lehettem ezzel, hogy ez csak egy, hogy is mondjam, ez csak belemagyarázás, meg így, vagy úgy, vagy amúgy, de az igazság olyan messze áll a mi elképzeléseinktől, hogy szinte nem is tudja az ember felfogni hirtelen, meg még sok idő múlva sem. Ezért sem érti meg a legtöbb ember. A legtöbb ember nem hajlandó elfogadni, hogy ezek az emberek, akiket sztároknak tartunk, ezek mind része a nagy tervnek. Tudatosan vagy tudat alatt, de mind része egy tervnek. A legtöbb nem. Nyilván nincs 100%-ig tudatában azzal, hogy mi van. Csak játssza a szerepét, megkapja az ő részét, és ezzel le van tudva számára, de mindaz, ami az üzenete a szórakoztatóiparnak, az a kezdetektől fogva ugyanaz volt. A szerepe pedig mindig is az volt, hogy alakítsa az emberek gondolkodás módját és a társadalmat formája. A szórakoztatóipar soha nem a szórakoztatásról szólt. A szórakoztató része az csak egy melléktermék. Igazából a propaganda és a társadalom formálása volt a célja a kezdetektől fogva. Különösen a televízió megjelenésével. Ezért ajánlom mindenkinek azt, hogy nézze meg, hogy hogy működik a propaganda, erről is van rengeteg videó, a programozás maga, a média, ez az egész hogyan működik. Semmi sem az, aminek látszik. Nincsen egyetlen egy ártatlan rajzfilm, vagy zeneszám, film, semmi klip. Minden ugyanoda vezeti vissza az embereket. És az pedig egy pogány hedonista életfelfogás, ahol semmi nem számít, csak az, amit az ember meg tud enni, meg tud inni, meg fizikálisan valamilyen úton, módon ki tud használni. Igazából ez a lényeg. Van egy felületes szeretet érzés benne, és az a megdöbbentő, hogy intelligens emberek is elhiszik azt, hogy a szeretet, amelyről a zenék szólnak, az egyetlen verziója a szeretetnek, az az igazi szeretet, amit érez az ember így felületesen, mikor megnéz egy filmet, vagy zenét, vagy így a barátaival, vagy akármivel, hogy ez az a szeretet. És azért alakult ki, mert ilyen dolgok, mint a zene formálták az emberek tudatát. Elhittük azt, hogy ez ártatlan szórakozás, és hogy minden mindegy. Mert elhitették velünk. És a legtöbb ember megmaradt ezen a szinten. De nézzük meg a klippet, és aztán közben, ahogy haladunk szépen, megbeszéljük, hogy mi az, amiről szó van. Aki nem látta, nem látta, végül is mindegy, végig fogunk menni rajta. Ez egyébként egy ilyen roncstelepforma dologgal kezdődik maga a klip, és azt akarom megnézni, hogy ezeket kiiktatom innen. Hát jó lesz, meglátjuk, hogy fog működni. Reméljük a legjobbakat. Ez egy ilyen roncstelepforma, és ahogy én észrevettem, zenével kapcsolatos dolgok vannak itt szétdobálva, és ott összeállt egy ilyen kis robot.
forma, akinek a szíve helyén benne van ez a világító kis valami. Nyilván a legtöbben embernek fogalma sincs arról, hogy mi a világban, de remélhetőleg aki itt van, az tudja, hogy mi az, ami felé haladunk. Az pedig a végcélja az elitnek az, hogy eltűnjön az emberiség úgy, mint az organikus emberiség eltűnjön, és helyette minden áttevődjön egy digitális formátumba. Ezért fejlődik ennyire a digitális technológia, a kommunikáció, ezért találták ki az 5G rendszert, ezért van minden a megfigyelés. Az emberiség át fog állni egy digitális életformára. Persze ennek már nem lesz idő, hogy megvalósuljon, de ez az ő tervük. Nyilván addigra a húsvér ember eltűnne a földről. Aki nem érti, az sajnálatos, de az emberre nem lesz szükség. Aki látta a Munka Vége című azt a két részt, az biztos érti, hogy miről van szó. Az emberre nem lesz szükség. Már nincs, de még most nem fejlődött, nem került ki a valóságba a technológia olyan gyorsan, ahogy rendelkezésükre áll. És szerintem ez az, amit mutat ez az arctalan robot, hogy tulajdonképpen egy gép, egy élettelen valami mégis úgy ábrázolják, mint hogyha lenne benne élet. És meg kell érteni mindenkinek az, hogy aki érti a világot, annak az egyértelmű, hogy ez csak egy darab vas, és ez sose lesz olyan, mint az ember, de a generációk, akik utánunk következnek, minél fiatalabb, annál kevesebb fogalma van a generációnak a valóságról. Arról, hogy a tej az egy tehénből jön, hogy a tyúk az egy állatból jön ki, hogy az annak a része, meg ez az egész, nekik nem természetes. Nekik fogalmuk sincs erről, csak arról, hogy mi van a Facebookon, a like, meg ezek az Instagram, meg ezek a dolgok. És annak a generációnak ez természetes lesz, hogy egy géphez úgy kötődik, mint ahogy itt ábrázolják, hogy ebben van élet ebben a bármiben is. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nincs. Mert ugye a klipben magában nem mozog ez a dolog. De mi belekerülünk ebbe a kis fényes, nem is tudom mi ez, kristály, és ez az, ahol szerintem ez érdekes ez a kép. Hogyha valaki látott már igazi csillagot, azok így néznek ki. Semmi köze egy csillagnak a bolygóhoz, vagy olyasmihez, mint ahol le lehet szállni, vagy bármi. Csillagok elektronikus jelenségek a dóm szerkezetben, és így működnek. De érkezik ez a valami, amiben ugye Kanye West van, ki más, de egyébként úgy van ez megcsinálva, mint hogyha egy űrszonda lenne, vagy egy nem tudom, minek hívják ezeket a hoaxokat, de az. És itt van benne ő. Ugye, amit mond az, hogy piszkos fantáziám van, I got a dirty mind. Vagy piszkos a fantáziám, a gondolataim koszosak. De amit utána mond az, hogy az utaim, azok viszont mocskosak. Szóval a gondolatai koszos, az út, ahogyan ő él, ahogy az életét vezeti, az viszont mocskos, szóval az annál erősebb. A tejút rendszerben próbálja ezt a majmot, mert ugye az ép az majom, nem tudom, hogy nézi a képernyőt, de megpróbálja megfürözteni ezt a majmot a Milky Way-ben, ugye, ami a tejút. Nyilván ezért is mondtam korábban, hogy olyan sok értelme nincs így a felszínen annak, amit mondanak a zenében. De amiről beszél az, hogy mi, mint majmok, amit már annyiszor elmondtam, hogy mindenki, aki az evolúcióban gondolkodik, beszélő majom. És ez az, amit itt elmondanak. Hogy próbálja, hogy ez a beszélő majom a Milky Way-ben, a tejútban fürdik tulajdonképpen, ahogy ott kering. És ráadásul arról beszél, hogy a te tejutadban. Utána pedig ugye ez most, amiről most van szó, persze jobb lenne, hogyha néznénk folyamatában az egész klipet, mert akkor mindenki látná, ugye azt mondja, hogy tiszteletlen vagyok. Tiszteletlen vagyok, viszont tisztelendő
az a szó reverend az, amit használnak az egyházban, mint tisztelendő. Szóval ő maga tiszteletlen, de ő az a tisztelendő. Egyébként persze nyilván ő maga Sátánra utal, mint hogy ő az, aki megérkezik ide. Olyan magasan lesz fent, ugye arról beszél, most meg azt mondja, hogy nem érdekel semmi. Ez az, amit mond, és utána pedig üdvözöllek a veszélyzónában, és lép be a fantáziába. Ahogy mondtam az elején, a cél az, hogy kialakítsanak, és ki is alakítottak egy generációt, illetve többet most már beleértve szerintem a milyenket is, generációkat, aki inkább él a fantázia világban, és vonzódik ahhoz, mint a valósághoz. Hiszen a valóság olyan borzasztó, ami körülöttünk van, és olyan reménytelen, hogy a fantázia az elfogadható. És amit ő akar, amit az ellenség mond, az, hogy lépj bele ebbe a fantázia világ. Mert nem vagy meghívva értelemnek a másik oldalára. Hiszen ezen az oldalon két oldal áll egymással szemben. És mi nem vagyunk meghívva a másik oldalra. Csak ebbe a fantázia világban él majd mindenki. Meg ott is él mindenki tulajdonképpen. Ahol digitális minden, ahol gyakorlatilag minden jobb, mint a valóság. Azt mondja, hogy ők idegennek hívnak egy nagyfejű asztronautának. Szóval halad tovább ebben a szondában, és ha jól emlékszem, a pirosat énekli Katy Perry. Azt mondja, hogy hipnotizálsz, hogy megbűvölsz, hogy annyira elbűvölő vagy. Van ez az alien, ez az idegen, aki a tejút rendszerben utazik, aki a fantáziában él, oda vagyunk meghívva a fantázia világába, arra az oldalra, és megbűvöl minket. Erről énekel ő, hogy annyira elbűvölő vagy, hogy hipnotizálja az ember. És utána azt mondja, te vagy az ördög, hogy lehetsz te az ördög, ez a kérdés. Lehetsz te Satán. Ezért mondtam a múltkor azt, hogy ezek az emberek, akik ezt a világot irányítják, ők ebben élnek, ők tudják, hogy ez van. Elhitették velünk, hogy ez egy mese. Nem tudom, hogy mennyi időbe telik az embereknek, hogy megértsék, hogy mi az, ami zajlik a világban. Utána a következő kérdés az, hogy vagy egy angyal vagy-e? Vagy az ördög, vagy az angyal? A kettő egy és ugyanaz. Nincs, akihez ő énekel, akihez ez a dal szól, maga Satán, az ellenség. Minden dal hozzájuk egy óda. Kivétel nélkül az összes sláger az angyalokhoz szól, hiszen azok, akik irányítják ezt a világot, tisztában vannak vele, hogy ez egy valós dolog. Elhitették velünk, hogy nem így van. Ezek ódák hozzájuk. Ők azok, akiket a világ tudatlanságában imád. Mikor ezeket a dalokat énekli, mikor öngyújtót gyűjt a koncerten, mikor elmegy a koncertet, táncol, örül, mind-mind az az energia ezek felé halad. Az mindegy, hogy az ember tudatlan, az nem változtat a végeredménye. Utána azt mondja, hogy az érintésed az olyan, mint a mágnes. Még itt mindig az űrben kavarog ez az egész jelenet, mert elég lassan haladunk. Azt mondja, hogy olyan, mintha lebegnék, és a testemet beragyogja, olyan az a testem, mintha ragyogna attól az érintéstől, ami onnan származik. Nyilván a világ nagy része nem veszi komolyan ezt, hogy angyal, és stb. Stb. De aki ért és tudja, hogy ez hogy működik, az látja, hogy ki az, akiről szól a zene. Elmondja a történetet, ahogyan a kezdetekben és mindvégig ezek a spirituális lények az emberiséggel kapcsolatban voltak. Ez az, amiről lesz szó. A két világ között ott lebeg, kapcsolatot teremt a földi emberekkel, megbabonázza őket, meghipnotizálja őket, és ebből a ragyogásból valamennyit átad nekik, úgy, mint egy hazugság. Azt mondja, hogy félj. Azt mondják ők, hogy félj. Szóval ez volt az érdekes a múltkor is abban a zenében, de mindegyikben szerintem, hogy meg ezzel is kezdtem. Olyan nyíltan elmondják, hogy mi az, amiről szó van, hogy nem értem, hogy az emberek hogy nem értik. Hogy nem világos az, amiről szó van. Tehát azt mondja, hogy te nem olyan vagy, mint a többiek jövőbeni
szerető idézőjelben, hogy a futurisztikus, úgy mint jövőszerű, és szerető arról beszél, hogy, hogy ez nem olyan, mint azok. Valaki ismeri a történetet, Énok könyvét, és a többi tudja, hogy hogyan alakult az emberiség sorsa, és ezek, és az úgymond angyalok sorsa együttesen. Ez az, amit elmesél ez a videoklip. Ahogyan ők lejöttek, és az emberiséggel kapcsolatot teremtettek. Úgy spirituálisan, intellektuálisan, mint fizikálisan. Ezért mondja, hogy te nem olyan vagy, mint a többiek. Neked külön másféle a DNS-ed. Még egyszer mondom, csak ismételni tudom magam. Az pedig az, hogy elmondják az igazságot, mert tudják, hogy már mindegy. Ebben az egy dalban, ez egyébként egy idegennek a feje. Idegen, hát ahogy ők elképzelik ezt az idegent, ugye baloldalt van a szája, meg a két szeme. Hogy más a DNS-ed. Egyébként az egész... Mondom, ha valaki olvassa az Énok könyvét, de ha nem olvassa el, vagy a Jubileumok könyvét, meg fogja találni ugyanezt a történet. Az angyalok az emberekkel fizikális kapcsolatba léptek, és annak különböző elfajzások lettek az eredményei. Ez az, amit elmond ebben a videoklipben. Egy másfajta DNS, és azt mondja, hogy ők nem értenek téged. Úgy ők nem értenek téged, aki énekel, az érti, de a világ nem érti, hogy mi az, amit Satán akar. Úgy szól róla a dal, minthogyha ő lenne az áldozat, akit nem ért meg a világ. Ezért mondja az, hogy ők nem értenek téged meg, hogy nem tudják, hogy te mit akarsz. Megtéveszti az egész világot. Persze ő nem erre gondol, úgy gondolja, hogy Stán segített az emberiségnek, mert elhozta ezt a rengeteg dolgot, mint a tudomány, amit ma tudománynak hívunk, ami mind-mind tőlük ered. Ő erre gondol, hogy nem értenek téged. Te hoztad el a fényt, ezért mondja azt, hogy ragyog az egész testem. Közben meg igazából a legtöbb embert megtévesztette. És azt mondja, hogy te egy egész más világból származol. És az érdekes az volt számomra, ha jól emlékszem, akkor azt mondja, hogy egy másik dimenzióból. Nem azt mondja, hogy egy másik bolygóról, hanem azt mondja, hogy egy másik dimenzióból származol. Még nem tudom, hogy hányszor kell elmondani azt, hogy mit is jelent ez. Egyébként ez itt már Katy Perry egy ilyen idegennek van, ő maszkírozva, és ő az, aki itt forog, csak nem lehet látni rendesen. Egy másik dimenzióból származol, egy másik világból, egy másik DNS-sel, és te vagy az, aki kinyitod a szemem. Úgy, mint Prométheus, úgy, mint Ikarus, úgy, mint Zeus, úgy, mint az összes többi, ami visszamegy ugyanarra a csapat lényre, aki egy másik dimenzióból jött, egy másik világból, egy másik DNS-sel, és ők azok, akik kinyitják a szemét. Ez az, amiről beszél a zene. Ők azok, akik elhozták a fényt. És én készen állok arra, hogy csatlakozok, hogy menjek. Ez az, amit most beszél. Vezess el a fénybe. Vezess el engem a fénybe. Aki ismeri, Lucifer azt jelenti, hogy a fényhozó. Ez a neve. Azért, mert a tudást a fényként reprezentálják. Azt a tudást, amit mi ma tudománynak hívunk. Nem azt a tudást, ami a teremtőtől jön, ami az ő szava, hanem azt a tudást, amit mi tudásnak hívunk, úgy, mint tudomány. Ami a fáról származik, a jó és a rossz tudásának a fája. Ez az, ahova ő elvezet minket. Ez a fény, amit ő ajánl. Ez itt Katy Perry, de ő is úgy néz ki egyébként, mint egy ilyen idegen forma, ugye azt mondja, hogy csókolj meg, és ezt ismétli, visszautalva arra a kapcsolatra, ami a kezdetektől fogva létrejött az angyalok és az emberiség között. Azért, mert nem voltak képesek ellenállni. És utána azt mondja, hogy fertőzd meg engem a te szerelmeddel. Ugye, hogyha ha ez egy fizikális kapcsolat, és ez egy másik fajta DNS, akkor mindenki érti, hogy mi az, amire gondol, hogy fertőzd meg a szeretetedet, vagy a szerelmeddel, bocsánat. Az, hogy a kett egyesül. Nem csak akkor, hanem ugyanezt akarják visszahozni most is. Erről énekel Katy Perry. És ez az, ahogy ő már most itt ugye kinéz. Hogy ki az alien, ő is úgy néz ki egyébként, hiszen a programhoz szükség van erre. És azt mondja, hogy töltsd meg engem a te mérgeddel. Az érdekes az szerintem, hogy vajon a szülők, akiknek a gyermekeik ezt hallgatják, azok feldolgozzák-e magukban, mi az, amiről szól a zene, vagy egyszerűen fel se fogják. Vajon gondolkoznak-e az emberek azon, hogy milyen mély ez az egész, mennyire, hogy mondjam, nyilván most, aki hallgatja, és van egy szikrányi értelem benne,
az érti, hogy ez egy sokkal mélyebb dolog, mint hogy 3,5 percen keresztül valaki egy slágert csinál, hogy pénzt csináljanak. Tagadhatatlan szerintem ezek után, hogy valaki nem mondhatja azt senki, hogy ez csak egyszerűen egy sláger, hogy pénzt csináljanak. Ez az egésznek megvan a története. Az egész elmond egy történetet azért, mert mind ugyan ezt csinálja. Az egész világ a kezdetektől fogva valaminek az imádata körül forog. Az, hogy az ember tudatosan vagy tudatlanul, de az egyik oldalt választja mindenki. És az emberiség tudatlanságában, a legtöbb ember tudatlanságában a rossz oldalt választotta. Azt az oldalt, amire azt mondta, hogy te arra az oldalra kapsz az értelemnek, vagy hát a józanságnak annak arra az oldalára, vagy csak meghív. Ezek egy másik dimenzióból jöttek, egy másik világból, másik DNS-sel, és ők azok, akik minket az ő mérgükkel feltöltenek, elvezetnek minket a fénybe, akik felkészítenek minket. És azt mondja a Katy Perry, hogy take me, hogy vigyél magaddal engem. Aki azonosul vele, akinek ő a sztárja, az azonosul ezzel az emberrel. Mindenki azonosul valakivel, mikor néz egy zenét, vagy néz egy filmet. Aki vele azonosul, az ezt az érzést veszi át tudat alatt. Hiszen úgy gondolja, hogy ez csak egy videóklip. Azonosul vele, és azt mondja, hogy a te áldozatod akarok lenni. Még mi az, amire szükség van valakinek, hogy megértse, hogy miről beszélnek? Fölajánlja magát, hogy az áldozat legyen, hiszen ő csatlakozni akar, ő készen áll, ő a fénybe akar menni, ő ebbe a másik dimenzióba akar bekerülni. Ő azt szeretné, ha megfertőznék ezzel a szeretettel. Készen állok az elrablás, arra, hogy elrabolják. Aztán azt mondja, hogy te egy idegen vagy. Fiú, te egy idegen vagy. Az érintésed olyan idegen, olyan más, mint hogyha igazából azt mondja, hogy külföldi, arra utal, hogy egy másik világból való. Mint amit elmondta, egy másik dimenzióból való. Ezért más. Az egész egy óda az idegenekhez. Nem az UFO-khoz, meg a mit tudom én mikhez, azokhoz a bukott angyalokhoz, akik a kezdetektől fogva manipulálják és irányítják az emberiséget. És ez természet feletti, ez az, amit mond. Földön kívüli. Mint E.T. Így földön kívüli. Hogyha valaki megnézi azt, hogy ő maga hogy néz ki, ő is olyan, mint egy földön kívüli. Ugye megint a fényhez haladunk, csak most már másképp néz ki Katy Perry itt. Ugye azt mondja, hogy szuperszónikus úgy, mint a hangsebesség fölötti. Hogy olyan vagy. Érezni akarom az erődet, kábíts el engem a lézereddel, ez az, amit mond. Az az erő, amivel rendelkezik, ez a spirituális oldal minden tekintetben felülmúlja az emberi. Intelligenciában, spirituálisan, de fizikálisan is. Ezért van az a rengeteg szuperhős film. Ugye itt már ő átadja magát ennek az érzésnek, a idegennek, az angyaloknak, ő ezt akarja inkább, ő ezt az oldalt választja. Ezért van ennyi szuperhős film, űrfilm, világvége film, ilyen mutáns, olyan szuperhős, így repül, úgy repül, pókember, tisztelgés ezek előtt. Ugye azt mondja, hogy a te csókod az kozmikus, úgy, mint hogy az űrre utal, amit űrnek hívnak az emberek, de ez erre a másik dimenzióra. Hogy ő fizikálisan kapcsolatba akar velük kerülni, mert ez egy másik dimenzió. És folyamatosan Katy Perry is egy ilyen hibridként tűnik fel ebben az egészben. Minden mozdulat mágia, vagy varázslat. A varázslat az, ami másnak tűnik, mint ami. Egy trükk. Valaminek tűnik, de közben a valóságban nem az. Vagy pedig a spirituális erőnek ez a használata, amire képes ez a dimenzió, ahonnan ezek a lények jönnek. Akikben ugye mindenki azt hiszi, hogy ők nagy szürkék, kis feketék, közepes kékek, meg az Alcyon Plejádról jöttek, meg avatárok, meg mit tudom én mik, meg Buddha, meg ezek a dolgok. A kezdetektől fogva ugyanazok voltak, csak megtévesztették az emberiséget, hiszen így tudtak elrejtőzni, így tudták elérni a célt, amit mára elértek, az, hogy mindenki őket szolgálja tudat alatt, szinte kivétel nélkül, és kihasználtak minket, és az emberiség eldolgozta magát addig a pontig, amikor a technológia segítségével gyakorlatilag kigolyóztuk magunkat az egyenletből, hiszen számítógép, illetve a technológia fejlettebb lett, mint mi, és nem lesz ránk szükség. És ezért mondja azt, hogy minden mozdulat mágia olyan, mint az egész, amit ők csinálnak, az nem a valóság.
és te egy egész más világból származol. Ez ismét ő, ez a hibrid forma, aki énekel, egy másik dimenzióból jöttél, ez az, amit bemutat. Persze az űr az, ahogyan az emberiségnek ezt ábrázolják. Hiszen ez lett elhitetve az emberekkel, hogy mi az űrben élünk, egy golyón hozzáragadtunk, egy majomhoz, amit Kanye West mondott az elején. Hogy a majom fürdik a tejútrendszerben. Pontosan elmondta azt, amiről beszélek már 2 év. A világ, ami azt mondja, hogy másik dimenzió, soha nem mondja azt, hogy te erről a bolygóról jöttél, vagy arról. Azt mondja, hogy kinyitod a szemem, és te egy másik dimenzióval, egy másik világból jöttél, ahol mindig ez a fény van, ez a ragyogás, hiszen így néz ki az a világ, csak nekünk nincsenek meg a lehetőségeink arra, hogy ezt érzékeljük. És azt mondja, hogy készen állok arra, hogy csatlakozzak, hogy elmenjek veled, és vezess engem el a fénybe. Ismét azt mondja, csókolj meg, fertőzd meg engem a te szerelmeddel, töltsd meg a te mérgeddel, vigyél el magaddal, te áldozatod akarok lenni. Készen állok arra, hogy elrabolj, és te egy idegen vagy. Még az érintésed is olyan idegen. Természet feletti az egész, és visszakerülnek a földre. Ez itt már Katy Perry ebben az egész, mi volt ez az elején, amit megnéztünk. Ez a szeméttele forma. Azt mondja, hogy az egész olyan homályos, vagy meghatározhatatlan. Magára erre az egész világra utal, amiben élünk, hogy az olyan, hiszen amikor a mágiáról beszélt, hogy arról beszélt, hogy minden, hogy az érintése olyan, mint a mágia, hogy az emberek ebben a világban élnek, ahol csak az egyik oldalra kaptak meghívást, az álomvilágban. Nem értik azt, hogy van egy másik világ, egy másik oldal, egy másik dimenzió, más DNS, ahol mágia, ahol a méreggel operálnak, ahol a fény van, akik elkápráztatják az embert, hipnotizálják az embert. Ezért mondja, hogy szuperszónikus, mágikus, mágneses. Ezeket a szavakat azért használ. Azt mondja, hogy ez az egész olyan homályos, és utána arról beszél, hogy egy másik szinten van az egész, hiszen az másik szint, vagy másik dimenzió, ahol van. Azt mondja, hogy te vagy az én szerencse csillagom. A csillag az angyalra utal. Aki ismeri a Bibliát, akármilyen szinten is tudja, hogy ott úgy beszélnek a csillagokról, mint angyalokról, hiszen azok. A csillagnak nincs köze egy bolygóra, ahol le lehet szállni, annak nincs köze egy lakható területhez, úgy, mint egy anyag, hogy most ott építek egy házat, meg kolonizálom a Marsot. Semmi ilyesmi nem létezik. Van a Föld, és van egy másik dimenzió a körül. Abban vannak benne a csillagok, aki üzenetet közvetítenek köztünk és a teremtő között. Ezért mondja, hogy te vagy az én szerencsecsillagom. Van egy csoport azok közül, akik nem követik az utasítást, van egy másik, aki igen. Ő azokhoz szól, akik nem követték a teremtő utasítását, és kapcsolatba léptek az emberekkel, és manipulálják azt a mágián keresztül, a fénnyel, a tudással, azzal, hogy elhitették, hogy ők a mi megmentőink, azáltal, hogy nekünk adták azt a tudást, amire mi azt mondjuk ma, hogy tudomány. Itt van ez a kis robot is, utána azt mondja, hogy a te hullámhosszodon akarok sétálni, szó szerint ezt mondja, de azt akar mondani, hogy egy hullámhozra akar kerülni vele. Két világ kommunikál egymással, és ő ahhoz a világhoz szól, ami egy másik dimenzió, ami kívül van a miénken. Aki nem tud ide átjönni, hiszen nem fizikai, mi viszont nem tudunk átmenni oda, hiszen nem vagyunk spirituálisak teljesen. Így a kettő között ki kell alakulni egy kommunikációnak, és azt mondja, hogy én ezen a hullámhozon szeretnék lenni. Hogy tudjak veled kommunikálni. Ugye érdekes az, ahogy kinéz szerintem maga az, hogy ilyen futurisztikus az egész sminkje. Persze rosszul látszik, de... És ott akarok lenni, amikor vibrálsz. Ugye amikor megérkezik most ide Katy Perry, akkor más színben világít ez a robot, és arról beszél, hogy ugyanezen a hullámhosszon akar lenni, a vibrációt át akarja venni, ahol ez van. És érted, mindent kockáztatni akarok. Hogy... Amit kockáztat az ember ezzel, ahogyan él, amit az emberiség kockáztat, az egyes egyén, amiről beszél, a kockázat az, hogy elveszíti a lelkét a végén. Két oldal harcol az ember lelkét. Az egyik egyenesen harcol, aki a teremtő, megmondta, hogy ez van, ez a következménye. A másik pedig, akikhez ő énekel most. Akik a fényt hozzák, a ragyogást hozzák, a mágiát hozzák, akik
úgy jelennek meg, mint akik az emberiséggel együtt dolgoznak, hogy nekünk jobb legyen, és közben megtévesztik az egészet, hiszen hipnotizálják a világot. És ezt mondja, hogy mindent kockára akarok tenni, érted? Vége hossza nem lenne, ha belemennénk, hogy mit jelenthet ez egy tínédzsernek, hogy mindent kockáztatok, érted? Ha megmaradunk csak a primitív szintjén az egésznek, hogy szerelem, hogy mit jelent egy tínédzser számára a szerelem, akkor láthatjuk azt is, hogy micsoda a lázadáshoz vezetett egy-egy ilyen zene, hogyha valaki ezt komolyan veszi. Hogy egy másikért, hogy miért kockáztatna mondjuk egy ember, ezért a fals érzelemért, amit itt szerelemnek állít be. Arról beszél, hogy ő mindent kockára tesz, mint ahogy az ember mindent kockára is tesz, amikor oldalt választ magának, amikor hagyja magát elbűvölni. Megtisztítja ezt a robotot, és már ekkor ez átalakul egy ilyen formába. Ez mindvégig így volt. Van benne ez a lélek, él benne ebben a robotban. Ebben a robotban él egy ilyen digitális karakter. Ahova mi tartunk most. Azt akarják... Oké. Szóval ennek a spirituális oldalnak szüksége van egy testre, amivel meg tud jelenni a világban. Ez az, amire kimegy az egész technológia. Szükségük van egy fizikális formára, amiben meg tudnak jelenni. Ez az, amiről szól a klip. Az ember, ez a hibrid forma ember, meg kiderül a végén egyébként, szerelembe esik ezzel a másik dimenzióból érkezett robot formával, aki benne él ez a lélek, ami egy ilyen fény lény forma. És az ő érintése az, ami életre keltette ezt. Mindent kockáztatni akar. Azt mondta, hogy érted, én kockáztatok mindent ezért a fénylényért, ezért a dologért, ezért a másik dimenzióból származó, másik DNS-sel rendelkező dologgal, aki a mágiát hozza, aki megfertőz majd az ő szerelmével. Ezért mindent kockára tesz Katy Perry, mindent megismétli, és az ő érintésével életre kelti ezt a valamit. Utána ugye visszatér Kanye West, és azt mondja, hogy tudok, ismerek egy bárt, egy bár úgy, mint kocsma, ismerek egy bárt a Marson, ahol űrhajót vezetnek autók helyett. Természetes, hogy nem létezik az űr, vagy Mars, vagy ezek a dolgok, vagy űrhajó, meg ilyenek. Egyrészt szerintem ez a propaganda maga az, hogy az űr propagandája, ha még nem volt elég az első fel a videóklipnek. Másrészt pedig arra utal, hogy ez egy másik dimenzió, ott másképp közlekednek, mint ahogy nálunk közlekednek. Életre kell ez a robot. Ugye Katy Perry, az ember érintése kellett ahhoz, hogy életre keljen. Ja, hogy egy Prada űrruhában vannak a csillagok, között valami ilyesmit jelenthet ez. Prada úgy, mint a márka, hogy... És utána azt mondja, hogy teljesen megőrül, olyan értelme háj, mint hogy amikor valaki drogos, tehát úgy érti, hogy teljesen elszáll, hát úgy értelmezem én, hogy ki ebből a valóságban teljesen elkábolva és így megbabonázva kilép ebből a valóságból. Ugye azt mondja most Katy Perry, hogy mondd el, hogy mi a következő lépés. Mondd el, hogy mi következik most, hogy életre keltette, és utána azt mondja, hogy idegen szex. Azaz szexuális kapcsolatba lép ezzel az idegennel. Ugyanúgy, ahogy Énok könyve megmondja, ahogy a Biblia megmondja, 1 Mózes 6-ban, ugyanúgy, ahogy a Jubileumok könyve elmeséli, ahogy alakult az emberiség történelme. Az emberek lánya és Elohim fiai. Ez az, amiről beszél. Ezt a történetet mondja el Katy Perry E.T. című száma. Ami volt és ami lesz. A két faj egyesülése. Ez az, amit ők szeretnének. Újra egyesülni az emberekkel. Persze nem azért, hogy most nekünk olyan jó legyen. Nekik nincs más, nekik mindegy. Ő nekik befellegzett a kezdetektől fogva. A helyzet most már itt az, hogy amennyi ember csak lehet, annyi lelket magukkal vinni. Ez az, ami mesterkedek, ez az, ami történik. Azt mondja, hogy le fogom venni rólad a ruhádat, levetkőztetlek magyarul. És utána, hát, kipróbálok, úgy mondanám én, úgy fordítanám le, szalonképes legyen.
És utána azt mondja, hogy látod, hogy én elraboltalak téged. Én elcsábítottalak téged. Szóval a kettő egymást csábítja. Hiszen maga a, ami vezérli ezt az egész világot, az a bujaság, a büszkeség és a kapzsiság. Ez az, amivel a két oldal egymást elkábítja. Ezért mondja azt, hogy látod, hogy én voltam az, aki elkábított téged. Szóval megmondom neked, hogy mit tegyél. Ugye ezután ezek a dolgok itt, ez két majom egyébként, ezeket így le kell lassítani ahhoz, hogy megtalálja az ember ezeket a képeket. Ez két majom párzás közben. Utána ez pedig az, ahogyan, ugye, ami történik párzás közben az állatban vagy az emberben. Szóval megmondom neked, hogy mit csinálj, csókolj meg, ez az, ami most történik. Ugye ez a fénylény és az ember egyesül, ezért mutatta a majmot, hogy ezt a képet beágyazza az emberek tudatába. Persze ez nem, ez csak felvillan ez a kép, nem lehet ezt tudatosan elcsípni, de itt van. Ezt mutatja az üvegen keresztül a fénylény, az alien, az idegen, a másik dimenzióból, a másik DNS-sel egyesül az emberrel, úgy, ahogy a kezdet kezdetén volt. Ezért mondja azt, hogy fertőzd meg engem a te szerelmeddel, hiszen a kapcsolatból ez keletkezik. Töltsél meg engem a te mérgeddel, és ez az a fény, ami kijön a kettő egyesüléséből, hiszen így ábrázolják, mintha ez egy pozitív dolog lenne, hogy a két oldal egyesül. És utána kiszabadul ebből a robotból ez a lény, megszabadul ettől a robot dologtól, és valóban megjelenik úgy, mint egy test az ember mellett. És ez lesz az a karakter, és vigyél magaddal, vigyél el oda, ahonnan te jöttél. Én az áldozatod akarok lenni. Készen állok arra, hogy magaddal vigyél. És ez a fény az, ami reprezentálja a tudást, amit ők hoznak, és te egy idegen vagy. És ugye a végén kiderül az, hogy az érintésed olyan idegen, ugye, ahogy arról már szó volt, természet feletti, földön kívüli. Emberi szemüveg 2011 körülből, az van odaírva, de egy ilyen csontváz fejnek, egy koponyának látszik inkább. Földön kívüli fölveszi ezt a szemüveget, nem értem igazából, hogy mi a vós, de hogy mi a lényege, azt mondja, hogy te egy idegen vagy, természet felett, és utána ugye kiderül a végén, hogy Katy Perry ez az állat-ember hibrid volt. Ugyanúgy, ahogyan a kezdetekkor az emberek fiai és az emberek lányai és Elohim fiai egyesültek, és mindenféle dolgot létrehoztak úgy, ahogy ma csinálják, a genetikai manipulálással és mindennel. Plusz az egésznek van egy nyilvánvaló szexuális töltete azzal a karakterrel, meg a meztelenséggel, meg mindennel. De a két oldal így egyesül, és aztán együtt mennek a fénybe úgy, hogy egy állat hibrid tulajdonképpen az egyik, és mindvégig az volt. Úgyhogy így lehet 4 percben a teljes programot bemutatni az embereknek. És ahogy mondtam, nagyszerűek abban, hogy bemutassák ezt. Röviden, tömören. Még annyit megmutatnék, mert én érdekesnek találtam most így, még sose, vagy hát nem, sose, nem néztem én ezt még végig, de mármint így, hogy a szöveggel, de ezt meg akarom mutatni, mert így érdekesnek tűnt. Csak a szavak, amiket használnak, azt akarom megmutatni. Ugye arról beszél, hogy elbűvölő, vagy úgy, mint hogy hipnotizál, megbűvöl. Utána azt mondja, hogy te vagy az ördög, vagy egy angyal. Azt mondja utána, hogy magnetizáló, mint hogy mágneses. Azt mondja, hogy ragyog, hogy a testemet úgy hagyod, mintha ragyogna, és lebegek. Te egy futurisztikus szerető vagy, más DNS-sel rendelkezel. Ők nem értenek meg téged. Te egy másik világból származol, egy másik dimenzióból. Te nyitott ki a szemem. Készen állok, hogy veled menjek. Vezess el engem a fénybe. Utána arról beszél, fertőzd meg engem a szereteteddel, tölts fel engem a mérgeddel, vigyél magaddal, én akarok lenni a te áldozatod, készen állok arra, hogy elrabolj, te egy idegen vagy, te egy másik világból jöttél, természet feletti vagy, földön kívüli vagy, szuperszónikus vagy,
Érezni akarom az erődet, és kábíts el a lézereddel, kozmikus a csókod, és minden mozdulatod varázslat. Te egy másik világból származol, egy másik dimenzióból. Nyisd ki a szemem. Hát valaki azt akarja nekem mondani, hogy... Valaki azt akarja nekem mondani, hogy ez csak úgy egy ártatlan szöveg, ez csak valakinek kipattant a fejéből. És valaki unatkozott és írt egy dalt, ahol egy állat-ember hibrid feléleszt egy robotban lakó spirituális fénylényt, és a végén egyesül a kettő. Valaki azt komolyan gondolja, hogy ez így alakult, ez csak így egyszerűen leült Katy Perry és megírta ezt a zenét, mert unatkozott és ez jutott eszébe. Azt mondja, hogy te egy másik világból származol, egy másik dimenzióból, nyisd ki a szemem, készen állok és vezess engem a fénybe. És én vagyok az, aki egy álomvilágban él, vagy aki összeesküvés elméletekről beszél. Dolgokról beszél, hogy ezt nem találhatja ki csak úgy valaki unalmában. Fertőzd meg. Töltsd meg a mérgeddel. Az áldozatod akarok lenni. Rabolj el. Alien vagy, idegen vagy, természetfeletti vagy, földön kívüli vagy, transzcendentális vagy, az egy másik dimenzióban, egy másik szinten vagy. Te vagy az én szerencse csillagom, a te hullámhosszodon akarok járni, és a te úgy akarok vibrálni, ahogyan te. És érted, mindent kockára fogok tenni. Mit csináljanak még, hogy nyilvánvaló legyen? Az a helyzet, hogy elmondták, hogy mi az, ami történik, hogy mi az, ami történt, mi az, ami történni fog, miről szól az egész. Elmondták, mert tudják, hogy az emberek nem fogják fel. Nem is érdekli őket, de nem tudják felfogni. Fertőzd meg a szerelmeddel, töltsd meg a mérgeddel. Az áldozatot akarok lenni, készen állok arra, hogy elrabolj. Egy idegen vagy, egy alien, természet fölötti, földön kívüli. Nem tudom, hogy leesette valakinek a tantusz, de úgy gondolom, hogy Katy Perry E.T. című száma ismét nagyszerű anyagnak mutatkozott. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!